Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Kértétek, jöjjön Warframe Chroma 2020-ban. Mielőtt egy Chroma videót csinál az ember, mindig mély levegőt vesz, mert ez nem egy egyszerű Warframe, amit csak úgy az ember bemodol és voilà, c'est fini. Némileg meg kell érteni a drágát, hogy hogyan működik, és tudom, hogy mire vagytok kíváncsiak, ezért helyből élből azzal fogom kezdeni. Tudom, hogy mire vagytok kíváncsiak, a harmadik képességére vagytok kíváncsiak, és az, hogy hogyan működik a buffja, továbbá megbízható egy dolon ölő gépezete még a Chroma, és hogyan kell hozzá modolni a lankát a riveneddel. És esetlegesen mi a jó riven. Tudom, hogy erre vagytok kíváncsiak, úgyhogy erről fogunk beszélni. Megbeszéljük a harmadik képességét, hogyan buffol, esetleges modolásokat, amit szeretnétek, hogyan modold a lankádat egy dolon ölésre, és a többi képességét csak úgy megemlítjük, hogy is mondjam, úgy menőleg, utólag, futólag, mert hogy szegénykék már nem annyira jók. Vagyis hát jók még, csak hát na. Értitek? Úgyhogy, ja, jöjjön a Chroma harmadik képessége, hogyan működik és hogyan buffol. A wiki az eléggé összezavaró ebből a szempontból annak, aki olvassa a Chroma képességeivel kapcsolatban, de amit basic, amit tudni kell, hogyha a shieldedet éri, a Chroma shieldjét éri lövés, akkor megnő az armorja, és ha minden igaz, 200 shield lelövése már elég ahhoz, hogy max armort elérje. Hogyha az élete éri a Chromának sebzés, akkor megnő a fegyver sebzésed. Na most a trükk az itt van, hogy hogyan és miként nő meg a fegyver sebzésed, mert van itt egy-két dolog, amit tudnotok kell, amielőtt még bemodoljátok a lankátokat, gyúrjunk bele strength. Igen, a Chromának kell, ha minél több erőt adsz, annál több damage buffot fogsz kapni, de ez azért természetesen meg van kepelve, tehát nem fogsz végtelen damage buffot adni. Az Eidolon ölő Chromák 330% körüli erőnél optimálisak. 300%, inkább így mondom, 300%-os erejű Chromával már optimálisan fogsz tudni ölni Eidolon. Szóval, ha fókuszálsz a modolásnál erőre, akkor nagyjából 300% vagy több egy kicsivel megteszi a hatását. Na most, ha a lanka modolásodra kerül a sor, akkor tudnod kell, hogy a Chroma 3-as képessége nem fogja felbuffolni a Serration és a Heavy Calibert, vagyis a Pure Damage modokat, mint a Serration és a Heavy Caliber, nem fogja felbuffolni a 3-as képesség. A Chroma buffja olyan, mint egy extra Serration a fegyverednek, és hogyha aktív a 3-as képesség, akkor a Serration a fegyveredben nem fog felskálázni a damage-et. Ha nem aktív a 3-as képesség, akkor a Serration átveszi, és a Heavy Caliber egyértelműen átveszi a dolgokat, de ha aktív a Chroma buff, a Serration és a Heavy Caliber nem lesz aktív a fegyveredben. Ezért elementál, 90%-os elementál modokat, vagy a 150%-os prime elementál modokat, illetve az elementál status chances modokat belerakva, és a multishot modokat belerakva a lankádba, nagyobb és hatékonyabb damage-eket fogsz tudni elérni. Most mondom, hogy ha van riven modod, amiben damage van, rendes damage, nem elementál damage, az ugyanannak számít, mint a Serration. Szóval csak akkor lesz aktív a sima damage modod, hogyha a Chromának a 3-as képessége nem aktív. Na remélem, hogy ez eléggé összezavaró volt ebből a szempontból. Még egyszer mondom, a Serration és Heavy Caliber is, a Pure Damage, a tiszta damage modok és ugyanazon rivenek is
Chroma 3-as képessége alatt észre fogod venni, hogy nem épp úgy működnek, ahogy kellene, vakarod a fejed, mert nagyobb számot kéne elvárjál, mert van vagy 500%-os damage a fegyveredbe, és mégse érje ki azt a nagyobb számot. Ugyanakkor, ha beleteszed a tiszta elemental damage modokat, azt a chroma felbuffolja becsülettel, és sokkal szebb és nagyobb számokat fogsz látni kiírni a képernyőre, mint ahogy itt a videó is mutatja. Hogy bizonyítsam az elméletet, amit csináltam, fogtam és beraktam a tiszta damage modokat, mint a Serration és a Heavy Caliber, és azért, hogy a Langa Radiation Damage-et kapjon, amit szeretünk az Eidolon ellen, ugye, azért beraktam még egy Status Elemental mod kombót, ezzel megugorva a damage-re olyan 375% környékére. A másik modolás, amit csináltam, az tisztán elementál modokból állt, és ugyanúgy 370%-os damage-et próbáltam kihozni, de csak elementál modokkal. A szépség kedvéért benne hagytam a Point Strike-ot mind a két modolásba, és hogyha jól megfigyelitek, hogy a Chroma Buff-fal az egyik mit csinál és milyen számokat ír ki, a heavy bombardok ellen, akiknek alloy armorja van és érzékeny radiation damage-re, mint ahogy az Eidolonnak is alloy armorja van, amit kérlek, hogy ne vegyetek figyelembe, mivel hogy a Lankának a teljesen elementál modolásában benne volt a cold damage szimplán, ezért néha az kikkelt be a radiation helyett, de tudnotok kell, hogy az a hülye kis Eidolon az érzékeny a cold damage-re, azért használok cold damage-et a lankába a radiation mellett. Szóval, de amint beüt a radiation damage a sebzésbe, sokszorosát fogjátok látni számokban azt, amit a chroma felbuffolja a hármas képességet jobban, mint amit az csak sima Serration Heavy Caliberrel csinálna. És egyrészt igyekeztem ezzel bizonyítani, hogy a Serration és Heavy Calibert nem szorozza fel a chromának a hármas képessége, viszont az elementál és az elementál status combo modokat felszorozza. Na most ezen belül mindenki úgy modolja a lankáját, ahogy szeretné, mert ugye a Point Strike, a Vital, a Hammer Shot, ugye ezek mind-mind-mind felszorozzák a chromának, vagyis a fegyverednek a sebzését. Szóval ezen belül mindenki ugye a Split Chamber, Vigilant Armaments, ezek Vital Sense, ezek fel fogják mind szorozni a damage-et. És ha esetleg egy riverre kerül a sor, akkor megeshet, hogy egy multishot rivennel, egy crit damage multishot electric damage-es rivennel járnál a legjobban ebből a szempontból. Szóval most meg fogom mutatni, hogy modoltam én be a lankámat. Szóval, hogyha egy dolom vadászós lankára kerül a sor, illetve hogyha arról beszélünk, hogy a Vex Armoréké, a harmadik képesség a chromának mindig fent van, és mindig maximális damage-et tudsz vele elérni, akkor egy ilyesmit tudnék javasolni. Természetesen a chroma, hogy ilyesmit tudnék javasolni, amit látjátok, Radiation Cold Damage van benne, a számok nem túl nagyok, viszont a Split Chamber és Vigilant Armaments igen megdobja a damage-et. Na most ez az én rivenem, amiben van 106% extra damage, illetve 64% multishot. Na most ebből az igazi erő, az a 64%-os multishot lesz. Sokkal nagyobb multishotot, több multishotot fogok tudni elérni. Ezt a rivent át tudnám forgatni az imént megemlített rivenekre is, de én
így boldog vagyok vele, a damage ebből megfelelő, hogy őszinte legyek, és hogyha tegyük fel, véletlenül elfelejteném átváltani, és egy volttal megyek, vagy egy Rhino-val egy dolont vadászni, akkor legalább van egy kis extra damage-em. Mert hogy nehogy eszedbe jusson az a gondolat, hogy ugyanezt a modolást viszed el egy volttal, vagy egy Rhino-val, vagy bármik másik ugye, buffer frame-mel, mert nem fog akkorát sebezni, mint akkorát szeretnél. Megközelíti egymást a két szám, de nem fog akkorát sebezni. Ez kromára van. És akkor is abban az esetben, ugyebár, hogyha mindig nem felejted el bekapcsolni ezt a bizonyos 3-os képességet. Továbbiakban megbízható-e még egy dolom vadászatra a kroma most, hogy nincs már self-damage? Én örülök, hogy nincs self-damage, hogy őszinte kényelmesé teszi a játékot, és amit beépítettek a helyére, ez a ragdoll effekt, vagy valami, ami így visszalök a hullámot, ez egy korrekt dolog. Na most, hogy hatékony-e még a kroma egy dolom vadászatra, én úgy gondolom, hogy igen. Tehát én akárhányszor voltam egy dolom vadászaton, sosem self-damage-eltem, mert amire oda kerültünk, hogy lelőjük az egyik limbet, volt elég damage-em, sőt maximális damage-em is a legtöbb esetben a Chroma 3-os képességével, ahhoz, hogy el tudjam lőni azokat a limbeket, hogyha Chromával mentem. Szóval, ja, ez lenne. Ezek lennének a kromának a képességei, illetve a 3-as képessége, bocsánat, mert hogy az 1-es képessége az a tűzhányás, a tűzhányás felerősíti a 3-as képesség, csak hogy tudjátok. Na most a 2-es képesség, ahol van egy kis érdekesség, ugye attól függ, hogy milyen szint választasz energiaszínnek, olyan szint, olyan buffot fogsz kapni, a tűz életerőt fog adni, a jég extra armort fog adni, és úgy gondolom, hogy jelen pillanatban ez a leghasznosabb képessége a kromának, hogyha armor, még mindig armor buff. A gáz, az, ha jól tudom, újratöltést és holster speedet ad, hogyha jól emlékszem, de akkor már megnézem, hogyha úgy van. Ja, a gáz az holster speed és gyorsabb újratöltést ad, az elektromosság meg lényegtelen, úgyis a tüzet vagy az armort fogod használni, a jeget. Szóval valaki írja le, aki még emlékszik, soha büdös elvel használtam az elektromos kromát, illetve a gáz kromát sem, úgyhogy nem igazán láttam értelmét, amikor az armor olyan nagy mértékben segített, az az extra armor. Szóval kapnál egy ötletet most arra, hogy esetleg a 2-es képesség most, hogy a tűz damage redukálja az armort 50%-kal ebben az új Warframe-ben ugyebár, kapnál egy ötletet, mi lenne, ha kromának területre húznád, és tűz területen megégeti-e az enemit, és vagyis leszedi-e az armorját. Na most olyan kevés a státusz esélye ennek a 2-es képességnek, hogy nem gyulladnak ki az enemik, nem kapnak státust, tűzstátuszt az armorral rendelkező enemik, és ezáltal nincs armor reduction, így a tűz képesség még mindig alul marad az armor képesség fölött, vagyis a jég kroma alatt marad a tűzzel való játszadozás. Hogy így mondjam, hogyha netán reworkölnék a kromát, és megadnák egy 100%-os státuszt a 2-es képességének, akkor ulti és range kroma jöhetne a játékba. Hogyha 100%-os státusza, ahova belép a kroma, ott tűz kigyulladna, az enemik kigyulladnának, az kroma über OP lenne tűzzel, de addig, ameddig ez nincs meg, addig sajnos a jég kroma még mindig uralkodó lesz a dolgokban, és nem nagyon van értelme területre modolni a 2-es képesség miatt, ráadásul a damage-e elhanyagolható a 2-es képességnek. Az ultia, az mindenki tudja, és hányja a tüzet, a jeget, vagy amit adsz, az áramot. Hatékony crowd control, hölgyeim és uraim, és azt kell, hogy mondjam, nagyon jó pénzformoló. Nagyon elégedett vagyok vele, ha defense infested ellen pénzt kell farmolni, az egyik legjobb, hogy így mondjam. Na most, modolás, kérem szépen. Mindenki úgy modolja, ahogy neki tetszik, és az a jó, értitek? Az a jó, ami nektek tetszik.
mint mondtam, hogyha effektíven akarsz egy dolon tölni, akkor 300% vagy fölé húzod az erőt, nagyjából egy ilyen időben. Ha több időt tudsz adni, esetleg egy narrow-mindeddel, az is teljesen rendben van, te döntöd el, hogy csinálod. Sokféle modolás van, a lényeg, hogy idő és erőre kell koncentrálj benne. Survivor féle modolás, nem emlékszem, hogy csináltam volna erre. Ja, Survivorre valami ilyesmit tudnék javasolni, szintúgy idő-erő című történet, csak annyit, hogy itt a rage esetleg visszatöltse az energiádat, mert a hármas képességedet folyamatosan fogod kapcsolni. Mindenkinek saját ízlése szerint állítja be az időt, illetve az erőt. Adaptation mod, mert hogy miért ne, című történet esetleg segíteni fog. Ezen belül azt csináltok, amit akartok, az umbra modok nem kötelezőek, mehet egy vitality és mehet egy steel fiber. Intensify helyett steel fiberrel jobban jársz, hogyha esetleg le akarod ezt cserélni erre, jobban jársz vele, hogyha egy steel fibert fogsz beletenni a modolásodba. Ez pedig arra fókuszál, hogy pénzt farmoljunk egy jó kis infested defense-en, egy hurrászkubróval, ami minket láthatatlanná tesz, és az ultid az folyamatosan öli-öli az elemiket. Kisebb energiafogyasztást is el lehet érni az ultival, 2,5. Annál lejjebb nem fog menni, 2,5-nél nem fog lejjebb menni, de a bátrabbak, mint én, 3,61-en hagyják. Szóval, akárhogy tetszik, És a végére esetleg, hogyha használnál, amikor magasabb pályáknál jársz, használd a 2-3-as képességét, akkor elég hosszú ideig tartanak, ha látjátok, 45 másodperc a 2-es képesség, 45 másodperc a 3-as képesség, szóval buff-buff hegyén, hátán megtarthatod vele, és közben az ultival játszadozhatsz, és sokáig kitart az energia, de mint mondtam, lejjebb is veheted az energiafogyasztást, 2,5-re. Szóval az ultia pénzt farmol neked, és becsülettel sebez is, hogyha arról van szó, én legjobban szeretem infested ellen harcolni, használni, miért ne. Tűz az egyik kedvencem, mert éget, és nagyon gyorsan öli az elemiket, és dobja a lóvét egész jól. De ugye az igazi kincs a hármas képesség, és ezt szerettem volna nektek elmagyarázni, hogy hogy működik, akit pedig nem hiszi, az járjon maga utána. Ez lenne a Chroma 2020-ban. Szerintem igen, még mindig megbízható idolon vadász, és sokkal hatékonyabb most, hogy nincs self-damage. Olyan fegyverekkel mehetünk neki az eneminek, mint a Tonkor, mint a Kuvabramma, és mindezt a Chroma buff-val ellátva, és elég hatékony eredményeket lehet elérni, hogy így is mondjam. Szóval, ja, így állunk, hölgyeim és uraim, szerinted jó-e még a Chroma? Ez lenne a kérdés. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!